Mától indulnak kérésre a városgondozás gépei, a hideg időszak beköszöntével november 15-én kezdődik Egerben a hóvigyelet. Az önkormányzati fenntartású utakat takarítja a társaság 8 járműve a téli időszak végéig, hangzott el a figyelemfelhívó tájékoztatón. Tavaly 2-300 tonna útszóró só fogyott el a téli időszakban, ezen kívül használnak még érdesítőanyagot, szükség esetén kalciumkloridot, és idén egy új környezetbarát magnézium alapú oldatot is kiszórnak az utakon. Idén kipróbálunk egy magnézium tartalmú oldatot is, ami sokkal környezetbarátabb, és elméletileg biztosít egy 2-3 napos hó- és síkosságmentesítést a kiszórást követően. Remélhetőleg azoknál a nagyforgalmú lépcsősoroknál, járófelületeknél, ahol ezt használjuk, majd az előnyét is lehet élvezni. Az eddig megszokott gépek mellett egy kisebb méretű, Green Machine névre hallgató járművet is bevet a városgondozás. Ennek feladata a belvárosi kisutcák és a kerékpárút takarítása lesz. Az ügyeleti rend értelmében a lakossági riasztást követő egy órán belül a helyszínre kell indulniuk a hókotróknak, ugyanakkor a szakemberek együttműködésre kérik a lakosságot is, annál is inkább, mert saját ingatlanja előtt mindenkinek kötelessége a síkosságmentesítés hangzott el.